Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Jön egy játék, amit ajánlani szeretnék nektek, illetve egyben egy bemutatót is készítenék. A fejlesztők voltak olyan kedvesek, és biztosítottak nekem egy kulcsot, így aztán bemutathatom nektek ezt a játékot. Most ennek az oka, hogy szeretnék beszélni egy másik játékról is, amit hozzácsatolnék ehhez, amit majdnem biztos, hogy nagyon kevesen ismernek, és... egy nagyon szórakoztató játék, mármint azoknak, akik szeretik az ilyen felülről nézős kis dolgokat. Nos, amit itt most láthattuk, Soltis Chronicle névre hallgató játék, gyakorlatilag mi a fene ez? Írjuk le körbe egy kicsit a játékot, mondhatni azt, hogy egy Doom felülnézetből és megspékelve egy Diablo 3-as féle skillfával és dungeon crawling stílussal. Tehát így lehetne a legjobban leírni. Valószínűleg lesz, aki ismeri ezt a sorozatot, mert ez a játék konkrétan a Red Soltis Chronicles-nek a folytatása, ami nem túl nagy sikert ért el, ám viszont úgy veszem észre, hogy ebben a játékban már olyan változásokat eszközöltek, ami igen szórakoztatóvá tudják tenni ezt a játékot, és az igazság az, hogy bele is vágtam kőkeményen játszani vele, és lekötött, tehát hogy lekötött, hogy folyamatosan jöttek az enemik, a hordák, a változatossága mondjuk úgy a játéknak, valahogy van benne valami vonzó és érdekesnek téma alapján nem lehet mondani, de megvan benne ez a kíváncsi, hogy tovább megy, mint gyakorlatilag, mikor Diablo 3-mal játszol, és hogyha egyszer elkap a Diablo 3 feeling, akkor az nem ereszt, és még tovább, és feljebb, és még több loot, és a többi. Na most itt ilyen szintű lootuk nincsenek, mint a Diablo 3-ban, viszont van egy nagyon jó leegyszerűsített, ám mégis hatékony skillfa, amit gyakorlatilag játék folyamán folyamatosan fejleszthetsz. Szóval, és azt kell mondjam, hogy hasznosak, tehát akármilyen skillt látsz a skillfádon, teljes mértékben használhatóak, és nehéz eldönteni, hogy melyiknek adjál prioritás, mert ugye a pontokat elosztani valahogy el kell. Na most, hozzáteszem még, természetesen több karakter közül lehet választani, van ilyen Assault Terminator, van tankféle, tehát gyakorlatilag többfajta karakter közül lehet választani, mindegyiknek más képessége van, és mindegyik másért máshogyan kell velük játszani. És ezt az apró kis változatosságot nagyon jól megütötték. Na most, ami nagyon jó még ebbe a játékba, hogy egy 4-fős kópra emelték ezt az egészet, és... bocsánat, 2-fős kópra emelték ezt az egészet, és 2-es simán lehet játszani. Van neki egy Survivor módja, ami konkrétan semmi más, csak hogy minél tovább élj túl, és azt kell mondjam, amikor az a szint, amikor már tényleg ellepnek az enemék, az igen izgalmas tud lenni, és minden bizony megkívánja azt, hogy elég jól ismerd ezt a játék. Na most, még csak most kezdtem nem mondhatni, hogy Survivorből király vagyok, de a single player az nagyon-nagyon jól megy már, mondjuk így, nem, recruiting easy szinten nagyon jó megy a single player. Ami még előny a játékban, hogy nem full áras, tehát nem kéne kell valami extrém ármennyiséget érte, és tényleg megadja azt a szórakoztatási faktort. Na most, természetesen most összehasonlítva a hasonló szőrű kategóriás játékokkal, és most így leginkább a Diablo-ra tudok gondolni, tök más, természetesen teljes mértékben más, talán még a grafika egy kicsit talán jobb ennek, mint a Diablo 3-nak, jó, de a Diablo 3 régebbi, és alapvetően nem olyan mély a világ, és nincs benne annyi loot, vagy egyszerűen fejlődési lehetőség, tehát ha egyszer kimaxoltad a karakteredet, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag a Survivor marad meg a haverokkal, vagy ha kimaxoltad a single player-t, és az igazság az, hogy van neki újrajátszhatósági faktora. Tehát ez egy nagyon fontos egy ilyen játéknál, azt hiszem, hogy meglegyen az újrajátszhatósági faktora, hogy amikor érzed, hogy most éppen milyen fenével játszak, ez uncsi, jó, ezzel jól szórakoztam valamikor, és akkor vissza lehet ugorni mindig ez a játékhoz. Amit sajnálok, hogy nem tettek bele, az a
konkrétan egy ilyen co-op kereső, tehát egy ilyen társkereső, hogy be lehessen csatlakozni játékos, más játékoshoz játékba. Remélhetőleg ezt idővel javítják, szóval ezt még nem vettem volna észre, hogy ez benne lenne, hogy rá tudjak keresni más játékosokra, akik játszanak a játékkal. Meg lehet, hogy azért ezt hozzáteszem, meg lehet, hogy azért, mert hogy még megjelenés előtt volt szerencsém játszani a játékkal, így aztán értelemszerűen valószínűleg nem túl sok az opció, ami közül lehet választani, de lehet, hogy megjelenés után lesz benne egy ilyen opció, ami nem is lenne egy rossz dolog, mert akkor az ember gyakrabban hozzányúl a játékhoz. Mert tényleg egy könnyed szórakoztató játék. És ezzel kapcsolatban meg is ragadnám a témát egy másik játékra, akinek van kedve kipróbálni. Létezett régebben egy olyan játék, aminek az volt a neve, és most kíváncsi, hogy ki ismeri, aki ismeri, írja le a komment szekcióba, hogy ismertem ezt a játékot. Ki ismeri ezt a játékot, hogy Shadowground Survivor. Na most ez a Shadowground Survivor egy nagyon-nagyon szőnyeg alatt megjelent játék volt, és nagyon rossz kritikát is kapott. Tehát lehúzták a játékosok valami oknál fogva, pedig én végig toltam azt a játékot, soha nem is gondoltam volna, és az volt az első ilyen felülnézetes játék, amit kipróbáltam, ez a Shadowground Survivor, és egyszerűen annyira belefeledkeztem abba a játékba, hogy konkrétan egy nap alatt kijátszottam az egészet, annyira szórakoztatónak bizonyult egy adott ponton, úgyhogy nagyon kevés figyelem irányul az e fajta játékokra, mondjuk így leszámítva mondjuk ugye a Diablo féle és szintű és pénzzel rendelkező játékokat. Nagyon kevés figyelem irányul feléjük, pedig nagyon szórakoztatóak tudnak lenni. Az az igazság, és ugyanezt tapasztaltam ezzel a Soltis Chronicle-lel is, hogy egy nagyon szórakoztató játék, újrajátszhatósági faktora van, és hogyha van, akivel játszál, azok a bizonyos survivorok nagyon szórakoztatóak tudnak lenni. Na most, Ami még hozzácsatolnék mindehez az egész bemutató feelinghez, másrészt egy nagyon jó érzés, hogy ezeknek a játékoknak egy bizonyos szempontból a fejlesztők nagyobb figyelmet kezdenek adni. Úgy értem, hogy ez e fajta stílusnak egy ilyen felülnézet vagy oldalnézet stílusnak a fejlesztők egy nagyobb figyelmet adnak. Egyrészt azért ugye, mert ahogy teltek az idők, az évek, a grafika egyre szebb lett, és egyre többet lehet velük csinálni. Ugye ez Unreal Engine-nál fut ez a játék is, és egyre több ilyen oldalnézetes játék jelenik meg, vagy ugye ez a felülnézetes játék, és egyre igényesebbek, és jobban néznek ki, és jobban lehet velük szórakozni, és több lehetőséget biztosítanak a mai grafikai motorok, és komolyan mondom el, őszintén szóval sokszor egy jobb szórakoztatást nyújtanak, és hosszabb távon képesek szórakoztatást nyújtani, mint egy FPS shooter, mondjuk, mint a COD, most mondtam valamit, tehát egy tényleg egy komolyan megkreált játék, TPS nézetben, vagy FPS nézetben, teljesen mindegy. Sokszor tényleg egy komolyabb szórakoztatási faktor tudnak nyújtani, nem? Ti hogy látjátok? Hogy tetszett a gameplay? Mit gondoltok róla? Kipróbálnátok? Hogyha kipróbálnátok, akkor dobjatok egy üzit Facebookon, hogy hé, megvettem a játékot, játszunk kóba, kíváncsi vagyok, hogy lesz-e ilyen, aki kipróbálja, és ajánlom szeretettel nektek a Shadowground Survivor című játékot is, most arra itt torrentről konkrétan halálkönnyen le tudjátok tölteni, vagy konkrétan valószínűleg ilyen 1 eurós árban van a Shadowground Survivor, mert hogy ezelőtt kávé 10 évvel játszhattam vele, vagy nem tudom, de ugye 7 éve biztos van, hogy játszottam azzal a játékkal. Úgyhogy ajánlom mind a kettőt szeretettel. Tényleg egy szórakoztató játék a Soltis Chronicle, és aki nem akar pénzt ezért kiadni jelen pillanatában, akkor Shadowground Survivor teljes mértékben megteszi a szórakoztatási faktornak. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl. A következő videóig, játékbemutatóig, Warframe-ig, Battlefield-ig, akár még. Sziasztok!